Most még szinte üres a nyíregyházi egyetem épülete, de a felsőbb évesekhez hamarosan csatlakozik az a több mint 1250 hallgató, akik már a nyár elején tudták, hogy itt kezdik meg szeptembertől a felsőoktatási tanulmányaikat. Most a pótfelvételi jelentkezési eljárás lezárultával újabb 154-en reménykedhetnek abban, hogy az egyetem hallgatói lesznek, amennyiben jól sikerülnek a pénteki felvételi elbeszélgetések. Érdekes, hogy a nappali képzéssel szemben a levelező képzés népszerűbb a pótfelvételi eljárásban, és azok a szakok, amelyek egyébként is költségtérítéses formában lettek meghirdetve, így a legtöbben pótfelvételinél gazdálkodás és menedzsment szakra jelentkeztek, mind nappalinál, mind a levelező képzésben, illetve turizmus és vendéglátásnál, levelezőnél is és a felsőoktatási szakképzésnél. De népszerű még a sportszervező szak is levelezők a pótfelvételi eljárásban, illetve a felsőoktatási szakképzésben a mezőgazdasági mérnök. A Nyíregyházi Egyetemen 32 osztatlan tanári szakra, 40 alapszakra és felsőoktatási szakképzésben 30 szakirányú továbbképzésre és 36 mesterképzési szakképzettségre lehetett pótjelentkezést beadni. Mindazok a hallgatók, akiknek meg kell jelenni felvételi elbeszélgetésen, vagy alkalmassági vizsgán, ezt a héten pénteken, tehát augusztus 19-én 9 órától tehetik meg. Mi mindenfajta fórumot igyekeztünk felhasználni, hogy mindenkit értesítsünk erről, hiszen nagyon rövid a jelentkezési, illetve hát az értesítési határidő. Ezt követően augusztus 25-én lesz döntés, és kapják meg a hallgatók, hiszen most ez is új az idén, nagyon korán kezdünk, szeptember 1-én mint a közoktatás, mi is elkezdjük az oktatást. Korábban ez mindig szeptember közepére tolódott, de most elsősorban a duális képzés miatt fontos, hogy szeptemberben mi is elkezdjük a tanévet. Az idei felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárainak megállapítása várhatóan augusztus 25-én lesz. Ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első napjaiban.